Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Először is megköszönném a jó kívánságokat, a jó tanácsokat. A jobb szemem még mindig be van gyulladva, és itt ülök a képernyő előtt bekötve egy sállal. Nem úgy nézek ki, mint most ezen a képen, hanem olyan, mint egy ilyen pirátus hölgy, de remélem, hogy a napokban jobbul a helyzet. És most feltenném a három kérdést, a három kérdőjeles jóslás természetesen, ahol az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai. Ezen a kártyán az érmék láthatóak. Ez utal anyagi témákra, vagy az ő munkahelyére. A képen látható egy hölgy, és fogva tart valamit. Az lehet, hogy van valaki a háttérben, és szeretné őt fogva tartani az anyagiak miatt. Viszont a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és mutathatja az ő tartását. A négyes szám azt mutatja, hogy számára fontos a biztonság érzete, és fontos az anyagi biztonság is. Holott itt az érméknél nem csak anyagiakról van szó, hanem belső értékekről is. Mint például, hogy te értékes vagy számára, és ő szeretne téged birtokba venni. Lehet az is, hogy ő féltékeny. Ezen a képen felfedezhetünk valamit, mégpedig a kincses ládát. A kulcs is ott van ehhez a kincses ládához. Ott látható a hölgynek az ölében. Neki kezébe kellene ezt a kulcsot venni, kinyitni ezt a ládát, és belepillantani abba, hogy mit kellene fogva tartani, végül is mi értékes számára, nem az, amit jelen pillanatban tartani akar. Ezt el kellene engednie. Ezt a nőt a háttérben, ha így van, azt is el kellene engedni. És most megtekintjük a második kártyát, ami utal az ő érzelmeire. Ez a kép utal bizonytalanságra. Megvannak az ötletei, a tervei, néha a jókedv is bízik abban, hogy minden jóra válik, de amikor tettekről lenne szó, akkor elbizonytalanodik, mert nem tudja hogyan tovább. Tesz egy lépést előre, még mindig ott van a talaja lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. Én úgy gondolom, hogy itt nem a párkapcsolatról van szó, hanem inkább az anyagiakról és az ő munkájáról. Persze, ez a kártya mutathat még valamit. Ő úgy érzi, hogy valaki bolondnak tekinti őt, mint egy udvari bolond, és kihasználja, vagy megpróbálja őt anyagilag kihasználni. A következő kép azt mutatja, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen látható a főpapnő. Utal spirituális területekre. Lehet, hogy ott megvan a képességed, és emiatt ez a férfi dicsér téged. Ami még látható ezen a képen, ez a könyv, az Akasa Krónik, ahol a sors utak bele vannak írva. És ő hisz ebben, hogy ez a találkozás köztetek nem a véletlen eseménye, hanem benne van a sorsok könyvében. És az utal lelki dolgokra, egy lelki kapcsolatra mély érzelmekkel, ami összeköt benneteket. És most megtekintjük a napi kártyát.
Ez a medve utal az erőre. Az lehet, hogy ez a spirituális tevékenység a te területed, a te hivatásod, és itt megvan ez az erő nálad, ki tudsz bontakozni, amire még ez a kártya utalhat, hogy te adsz számára erőt, vagy ő ad számodra erőt, vagy mindketten segítitek egymást. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Köszönöm a figyelmedet, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!